több pályázatot is benyújtott 2017-ben Pócs Petri önkormányzata. Az egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztésén kívül a területi és településfejlesztési operatív programban is sikeresen pályáztak. Ennek köszönhetően az egészségügyi központ felújítása mellett az idősek otthonának energetikai korszerűsítése is megkezdődhet 2018-ban. Két pályázatot nyújtottunk be területi és operatív program keretén belül. Egészségügyi alapellátásra nyújtottunk be, erre 60 milliót nyertünk, illetve energetikai program keretén belül 39,5 milliót nyertünk egy bentlakásos idősek otthona energetikai felújítására. Folyamatban van jelenleg a egészségházunk felújítása, teljes gépészet, tető, külső szigetelés. Nagyon ráfért, 60-as évek végén épült ez a épület, kimondottan erre a célra. Nagyon ráfért nyilázárok, elavultak, korodáltak a belső csővezetékek. Most minden megújul, és bízunk benne, hogy ismét több évtizeden keresztül szolgálja Pócs Petrinek a egészségügyi alapellátását. A tervek szerint a polgármesteri hivatal épülete is megújul meg 2018-ban. A település 1906-ban épült kastélya egy emlékezetes esemény színhelye volt. 1948-ban a katolikus iskola államosítása ellen tiltakoztak a templomból kijövő hívek, amikor az ellenük kivezényelt rendőrök egyike dulakodás közben életét vesztette. A települést ezek után számos megkurcoltatás érte. Beadtuk a Nemzeti Történelmi és Emlékhely Bizottsághoz történelmi emlékhely nyilvánításra ezt a épületet, az jóvá is hagyta, kormány döntésére várunk, hogy mikor kerül ez kinyilvánításra. Ezzel az épülettel kapcsolatban szeretnénk egy teljes körű felújítást, mert rendszerváltás után 91-ben lett egy olyan felújítás, hogy megfeleljen egy önkormányzat épületének, de most már elhasználódtak nyilázárok, külső szigetelést, illetve a hátsó parkba szeretnénk közösségi teret kialakítani fiataljaink, civil szervezeteink részére. 8 civil szervezet működik településen, hál' Istennek, nagy összefogással és együttes munkával, tehát tudunk előre lépni, segítik az önkormányzat munkáját, oda-vissza az önkormányzat is segíti az ő tevékenységüket. A tervek között szerepel egy szabadtéri kulturális tér kialakítása is, színpaddal, nézőtérrel, a minél színvonalasabb rendezvények megrendezésére.